Jó napot kívánok! Nézzük meg ma, hogy hogyan lehet beállítani egy olyan tárhely vagy webszerver elérést a saját számítógépünkön, amit még a DNS-ben nem publikáltak az internetre. Ez nagyon egyszerű. Windows 7-en mutatom meg, hát a Windows XP-n vagy Windows 8-on is nagyon hasonló, 8.1-en, aminek van start gombja. Itt a programok közül ki kell keresni a Notepad nevű programot, ami minden Windows-on van. Hát itt van belőle sokfajta, de ennek az egynek kéne csak megjelenni. És akkor ide jobb kattintást kell kattintani, és egy kicsit itt kilóg a képernyőből is a futtatás rendszer gazdaként. Aztán kapunk egy üres jegyzettömböt, ami rendszer gazdaként fut. Majd meg kell nyitni azt a fájlt itt, aminek ez a neve, hogy százalék systemroot, ez kis nagybetűvel lehet, az mindegy, százalék, visszafelé perjel system32, visszafelé perjel drivers, visszafelé perjel etc, visszafelé perjel hosts. A visszafelé perjelet azt a alt gr billentyűvel, ami a szó köz mellett van jobbra, plusz a dupla Q-val lehet előhozni. Jó, szóval ezt a fájlt nyissuk meg, majd itt a videó alatt leírásba belerakom ezt, onnan ki lehet másolni simán. Jaj, és nem menteni kell, hanem megnyitni. Igen, tehát megnyitás, és akkor ide ezt be kell írni. Jó, és ahogy kinyílik a host file, ami sokaknál tulajdonképpen csak idáig fog tartani eddig a sorig, és utána be lehet írni ide sorokat, ahogy itt föl lesz az angol nyelvű szöveg mondja is. Először azt az IP címet kell beírni, ami az új tárhely vagy új szervernek az IP címe, aztán ide be kell írni egy szó közt, majd azt a host nevet, vagy hát domain name-nek is lehet hívni, ami ugye még egy másik szerverre mutat, de most kényszerítjük itt a számítógépünket, hogy ezt ezen az IP címen, ezen a számítógépen keresse ezt a honlapot. És akkor utána ezt a fájlt csak el kell menteni a fájl mentéssel, és már kész is vagyunk. Hogyha megnézzük ugye egy böngészőben ezt az URL-t, tehát erre ráböngészünk erre a címre, akkor már a számítógépünk ezen az IP címen lévő tárhelyet vagy szervert fogja lekérni, és akkor onnan fognak jönni az adatok. Tehát magyarul elirányíthatjuk ilyen néven, ilyen módon a honlapokat. Ugye azért kell a jegyzettömb programot rendszergazdaként futtatni, mert ez egy rendszerfájl, és sima jogokkal nem lehet beleírni. Hát ez ilyen egyszerű. Minden jót kívánok, viszont hallásra!